Vendégem Hegedűs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 280 koncessziót nyert el a közel 5000-ből megváltozott munkaképességű pályázó. Ez a szám azonban csak akkor érthető vagy értelmezhető, hogyha tudnánk azt, hogy hány megváltozott munkaképességű személy jelentkezett az új pályázatokra, és hány ilyen személy veszti el a korábbi trafikját. Igen, hát ez nagyjából ugye a nyertesek 5%-át jelenti. Arról mi megpróbáltunk adatot szerezni a pályáztatótól, hogy egyáltalán hányan pályáztak, erre azonban ez ideig még nem kaptunk választ. Ugyanakkor azt gondolom, hogy itt egy nagy lehetőség veszett el, mégpedig a tekintetben, hogy a megváltozott munkaképességű és egyébként most a munkaerőpiacra visszairányítandó személyek számára egy igazi lehetőség nyíljon. Mint hogy ez Európa számos országában hasonló állami koncessziók vagy állami monopóliumok esetén teljesen jellemző, hogy privilégizált helyzetbe kerülnek a megváltozott munkaképességű emberek. Hát úgy tűnik, hogy Magyarországon ez most így ismét egy lehetőséget mulasztott el e tekintetben Magyarország. Sokat beszéltünk ugye arról, hogy megváltozott munkaképességűeknek ez egy nagy lehetőség lett volna, de tényleg az lett volna? Tehát ez egy ideális munkahely, munkakör, ez egy betölthető, jövedelmező állás lehetett volna nekik? Hát abból a szempontból mindenképpen, hogy ez egy viszonylag könnyű, ülve is végezhető munka, nem kell nagy súlyokat emelgetni, tehát ezt akár egy súlyosan mozgássérült személy is elláthatta volna ezeket a munkaköröket, tehát ilyen szempontból ez mindenképpen egy alkalmas munkahely. A jövedelmezősége, hát az ugye nyilvánvalóan... Most már tudjuk, hogy jobb. Most már tudjuk, hogy jobb lett a jövedelmezősége, de nyilván ez a talán szerencsésebb lett volna a pályázat meghirdetése előtt ezeket a jövedelmezőségeket úgy meghirdetni, hogy ez akár még kaposabb legyen. Ugyanakkor azt is kell látni, hogy Európa számos országában, kénytelen vagyok hivatkozni erre, ott külön támogatási rendszerek is segítik, hogy valaki ilyen állásokat betölthessen, tehát amennyiben ennek beruházás igénye van, akkor munkahelyteremtő beruházásra pályázhat, tehát azért kedvet is még nagyobb számba lehetett volna csinálni szerintünk ennek az egyébként alkalmas munkakörnek a betöltésére, és még egy, hogy vannak olyan megváltozott munkaképességeket foglalkoztató vállalkozások, akiket be lehetett volna engedni akár a pályázat olyan megfogalmazásával erre a piacra, ahol esetleg ezrével is foglalkoztathattak volna ezek a vállalkozások ilyen esetekben megváltozott munkaképességű embereket. Hát ettől most nagyon messze vagyunk egyelőre, pedig nagyon keveset tudunk még a pályázatról, de úgy tűnik, hogy nem erről van szó. Azt mondta, hogy alkalmas munkakör lehetett volna, de például kerekesszékkel most, hogy nem is tudjuk, hogy hol lesznek ezek a trafikok, hogyan tudnak bemenni majd? Ezt még nem tudjuk. Hát ez a másik csalódásunk, mert mi kezdeményeztük azt, hogy miután itt egy állami feladatellátásról van szó, a pályázat írja ki, hogy akadálymentes helyszíneken lehet az egyenlő esélyi hozzáférés szempontjából. Ami állami kötelezettség. Így van, ami egyébként magának a munkavállalónak is egyfajta lehetőséget teremtett volna, és hát bár mi ellenezzük a dohányzást, de hát az egyenlő esélyi hozzáférést azoknak, akik esetleg mozgássérültként vagy fogyatékos emberként dohányoznak, úgy gondoljuk, hogy biztosítani kellett volna. Nem baj, most már fagyit is lehet árulni, meg jégkrémet, úgyhogy lehet másfelé orientálódni, amikor trafikról beszélünk. Igen, azért ez a pályázat abból a szempontból is furcsa volt, hogy az eredeti kommunikációjában azt hirdették, hogy ez majd előnyt fog jelenteni. A több mint 50 pontból ez 2 pont előnyt jelentett, ami azért igazán nem értékelhető előnyként, azt gondolom. 2 pontot jelentett több mint 50-ből. Az, amire hivatkozva, részben hivatkozva így van, hozták ezt a döntést. Ez így van, sajnos. És hát ez a 2 pont, ez igazán nem döntött el pályázatokat, vagy hát igazán nem szerepelt olyan súllyal, hogy ettől igazi előny létesülhetett volna. És egyik kérdésére itt válaszolnék most. Vannak olyan jelzések, pillanatnyilag 2 konkrét jelzés, ahol korábban évtizedekig ebből élő súlyosan mozgássérült emberek nem nyertek
Hát lehet, hogy akkor ők ketten, pont ezt akartam mondani, hogy önökre még csak az a kompenzációs lehetőség, amiről még nagyon keveset tudunk, sem vonatkozik, hogy állítólag lesz új pályázat, egyelőre nem pályázat, hiába hívják pályázatnak, a vesztes trafikosoknak, akiknek korábban 20 évig volt trafikük, akkor ön kettő emberről tud, akit ez érinthet. Nagyon szigorúak a feltételek, majd a következő vendégemmel megbeszélem. Kettő embert érinthet az új pályázat. Hát, egészen biztos, akit hogy többet érinthet. Hozzánk ketten tettek panaszt ilyen konkrét ügyben. Én biztos vagyok benne, hogy ez több embert is érinthet. Azonban hát ezekről nem tudunk. Próbáltunk ilyen adatokat beszerezni, de arra hivatkozva, hogy a pályázat még nem zárult le, ezeket az adatokat nem hozták nyilvánosságra. A mi adataink is a parlamenti tájékoztatóból származnak, amit ön is említett, hogy végül is hányan nyertek. Abból a 280-ból is 88-an voltak csak olyanok, akiknek nem volt korábbi munkahelyük. Tehát a többiek azok feltehetően már korábban is ilyen tevékenységet folytathattak. Tehát ha azt nézzük meg, hogy hány embernek oldotta meg a jövőre nézve azt a helyzetét, hogy munkája lett, az meg még kevesebb, mint az 5%, hiszen ott az 5100-ból a 88 az egy nem túl jelentős szám. Tárgyalnak önökkel, el lehet látni most bármiféle hatékony érdekképviseletet ebben a helyzetben, hiszen például látszik, hogy a 20 éve trafikosok, akik most vesztesek, mégiscsak talán nyílik valami fény nekik az alagút végén, talán. Hát igen, azt reméljük, hogy bár jobban szerettük volna, hogyha ez nem egy politikai, mondjam azt, hogy botrány részeként derül ki, vagy nem egy politikai botrány következménye az, hogy mégiscsak történik ebben valami az ügyben, hanem egy normál egyeztetési eljárásban is mondjuk előzetesen, és nem a döntések után történnek mindezek. De történnek egyeztetések? Hát ebben az ügyben nem történt egyeztetés, mi jeleztük azokat az elvárásokat, problémákat, hogy kevés a két pont az előnybiztosításához, hogy elvárjuk, hogy akadálymentes legyen. Ezekre igazából nem kaptunk semmiféle értékelhető választ, tehát egyeztetés, hogy úgy mondjam, nem volt. Mi jeleztük ezeket a dolgokat. Utólag természetesen. Maradt. Nem, ezt a pályázat kiírását vagy meghirdetése kapcsán rögtön jeleztük, hogy azt várnánk el, hogy itt jelentős számban foglalkoztatható legyen, megváltott munkaképességű, ezért az előnyben részesítés legyen markáns és határozott. Ahogyan erről szó is volt. Ahogy erről szó volt. És hát azt tételeztük fel, hogy így lesz. Aztán, amikor a pályázat kiírása került, akkor kiderült, hogy ez nem így van. És ahogy mondja, senki nem akart, hogy ebből politikai botrány legyen, illetve ez sokkal több, mint politikai botrány, igazságtalanság gyanúja merül föl. Azóta, hogy áll a bál a trafikügy körül, volt-e önökkel bármilyen módosult párbeszéd, nem csak egyoldalú, mint ahogyan ön mondta, hogy a pályázat kiírásakor jelezték, de nem kaptak választ. Nem volt. A kérdéseinkre sem kaptunk választ, tehát amikor igyekeztünk adatokhoz jutni, hogy próbáljuk meg objektíven mi magunk is ezt a helyzetet kezelni adatok ismeretében, nem kaptunk rá választ. Hát így nyilván van egy csomó találgatás is ebben a rendszerben. Talán ha nyilvánosságra kerültek volna legalább a megváltozott munkaképességűekre vonatkozó adatok, akkor objektív és adatokon alapuló lobby tevékenységgel és egyébben lehetett volna erre, nem volt lehetőségünk sajnos. Egyelőre nem tudjuk ezeknek a pályázatoknak a teljes igazságát, de még ez megtörténhet. Köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta. Köszönöm szépen.